Hamzsabégi sétányon vagyunk. A mögöttem álló fák a déli körvasút építkezése miatt vannak veszélyben. A Nemzeti Infrastruktúra ZRT péntek este bejelentette, hogy ki akarja vágni ezeket a fákat, holott nincs jogerős engedély a déli körvasút építkezésének megindításához. Egy sajtótájékoztatón vagyunk, ahol az önkormányzat képviselői és a civilek elmondják, hogy mi a teendő ebben a helyzetben. Azért választottuk a sétány ezen részét, mert a Hengermalom út felőli végén fognak, reméljük nem, de a NIF hirdetménye szerint ott fognak belépni a fűrészes brigádok, hogy elkezdjék a pusztítást. A NIF bejelentette, hogy hétfőtől elkezdik a faírtást a déli körvasút vonalán a pesti oldalról elindulva, pontosan arra hivatkozva, hogy ez a déli körvasút kivitelezési munkájának a kezdete, ez több szempontból is jogszerűtlen. Egy vasúti átjáróház készülne Új-Budából egy drasztikusan megnövekedett teherforgalommal, és sokkal hosszabb, sokkal nagyobb volumenű kocsisorokkal, kilométeres kocsisorok akár. A Hamzsabégi úti sétány ügye, illetve ennek a vasúti projektnek az ügye közvetve majd 20 ezer újbudai mindennapjait fogja meghatározni a következő években, hogyha ez a projekt beindul, és természetesen hosszú távon is. Közvetve ez nagyjából 20 ezer embert érint, és ugye maga a beruházás az hosszú éveken át fog tartani, hogyha elindul, 5 év az alsó hangon, ameddig itt óriási felfordulás lesz, amely idő alatt itt nem lehet majd gyerekekkel játszani, kutyát sétáltatni, sportolni, pihenni, stb. Nem beszélve arról, hogy teljesen átalakul ez az egyébként nagyon természetes környezet, amit most itt látni lehet. Több mint 1000 fát akarnak kivágni, aminek egy részét nem is tudják pótolni, hiszen nem lesz hova. Lesz ott egy hatalmas betontámfal, aminek a védterületét is üresen kell hagyni. Rézsű már nem lesz, és ki tudja, hogy az újonnan ültetett fák az új környezetben megmaradnak egyáltalán, hiszen be fogja árnyékolni ez a támfal a sétányt magát. Tehát azért itt mégiscsak egy vasúti beruházásról van szó, ez egy óriási horderejű munka. Itt, hogy a végén ez mennyi fa lesz, ezt ma még szerintem satszolni sem lehet. Nekünk nagyon fontos, hogy a tervezett évi 51 ezer tehervonat, ami itt Új-Budán keresztül menne, ne itt menjen Új-Budán, a város mondjuk szívében keresztül. Mi ezt szeretnénk, hogy a tranzitforgalom, ami nem Budapestre irányul, az ne rajtunk keresztül menjen. A kivitelezésben Mészáros Lőrinc cége az érintett, illetve hát ők fogják kivitelezni ezt a projektet a hatályos közbeszerzési döntés alapján, és egyébként pedig ehhez uniós támogatásra is számít a kormány, és mi Cseh Katalin európai parlamenti képviselőn keresztül próbáljuk folyamatosan az uniós döntéseket is képbe hozni azzal, hogy itt milyen környezetvédelmi és korrupciós problémák vannak ezzel a projekttel. Az önkormányzat testületi ülésen többször állást foglalt, nem csak ott mondtuk el és hoztunk határozatot, hogy talán ez a lépése a kormánynak nem igazán jó, hanem ezt a határozatot a miniszterelnöknek és Palkovics miniszternek is eljuttattuk. Tetszenek ismerni a történetet, ez körülbelül úgy szól, hogy ők azt mondanak, amit akarnak, mi meg azt csinálunk, amit mi akarunk. Ezt tapasztaljuk a mindennapi életbe, sajnálatos módon erre a történetre is vonatkozik. Leülnek velünk tárgyalni azért, hogy utána a sajtónak elmondhassák, hogy kérem szépen, mi tárgyalásban vagyunk, mint a pedagógusokkal. Folyamatosan meghallgatjuk, azt már nem teszik hozzá mondat második feleként, de eszünk ágában nincsen azt teljesíteni, amit ők kérnek.